Jó estét kívánok Budapesttől Szegedig 7 megyében, 7 frekvencián. A Gong FM test és lélek, test, lélek és szellem kapcsolata című műsorát hallják. Stúdiónkban már is itt van Heffler István, és itt vannak vendégei is. A telefonszámunk, illetve SMS és Viber számunk 06 9 20 414 020-as, ezen a telefonszámon tudnak üzenni nekünk, illetve kérdéseket feltenni. Akkor már is átadom a szót. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves vendégeimet. Hál' Istennek mindenki elfogadta a meghívást, és itt vagyunk már. Nagy izgalommal várjuk a ma estét, hogy minél több információt meg tudjunk osztani a kedves hallgatókkal. Először is szeretném bemutatni Kovács Enikőt, lélekgyógyász, és még sok-sok más dologgal foglalkozik, és erről majd remélem, hogy fog is sokat nekünk beszámolni, hogy mikben tud segíteni az embereken, köztük nekem is, meg a páromnak is, meg a barátainak is, mindjárt volt már kapcsolata az ő rendelésében, és ezáltal útmutatást tudott nekünk adni az életünkre vonatkozóan, és hogyan tovább, merre tovább, és hogyan, miképpen. Én ezért nagyon tisztelem és becsülöm, és a tanítványa is vagyok, és nagyon sokat tanultam tőle. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Enikő. Köszönöm, hogy itt lehetek. A következő vendégem szintén hölgy, Körös Sára, művésztanár, festőművész, azután rajzzal is foglalkozik, tűzzománccal, gyönyörű tűzzománcokat készít, én is szereztem belőle egy párat, és kaptam is tőle, úgyhogy ékesíti a rendelőmet és a lakásomat, úgyhogy szeretettel köszöntelek, kedves Sára. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. A következő még a hölgy vendégeim közül, a kedves feleségem Hefflerné Bényi Mária, szeretettel köszöntelek téged is, drágám. Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó estét kívánok. Hogy ne csak egyedül legyek férfi ebbe a csapatba, így a Trepák István barátomat is meghívtam, hogy erősítse a férfi nemet a beszélgetések során, úgyhogy ezért is hívtam meg miért? Azért is, mert hogy nagyon jó barátom, és hál' Istennek sikerült egy pár évvel ezelőtt neki segíteni, és nem a betegem lett, hanem a barátom, és ezt hangsúlyozom, és én egy nagyon jó barátomnak tartom. Remélem, hogy ő is így van vele. Szervusz István, üdvözöllek! Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit, aki hallgat bennünket is, aki szeretne hallgatni, és azokat is, akik online követnek bennünket, mert nagy-nagy visszhangja volt, hál' Istennek, az előző adásainknak, akár Kanadából kaptam visszajelzést, Londonból, Angliából, Írországból, Németországból, Szlovákiából, Svédországból súgnak már nekem, hál' Istennek, mert hogy ottan is délvidékről, tehát Erdélyből, tehát elég sok helyen hallgatnak, hál' Istennek bennünket, és köszöntöm őket is külön szeretettel, mert hogy ránk figyelnek egy kicsit a világ sok-sok tájáról. Bele is vágnánk a kérdésekbe, mert én ugye az alapkérdéseket mindig feszegetem minden egyes vendégemnél, azért is, hogy legyen egy váz, és azért is, hogy ki milyen szemszögből látja azt a világot, amit én szeretnék megmutatni. Kedves Enikő, szerinted mi a fájdalom? A fájdalom alábecsült és félreismert testi tünet, melyre általában ellenségként tekintünk, pedig a szervezetünk gyógyulása, túlélése szempontjából nagyon is fontos szerepet játszik. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy találd meg a nehézségeidben, a fájdalmaidban a bölcsességet. Minden fájdalom okkal történik. És ha igyekszünk megfejteni, hogy a testi problémáinknak mi a lelki oka, akkor sokkal bölcsebbé válunk. Sőt, azt a mondást is gyakran hallom, hogy amikor felismerjük, hogy pontosan mi is váltja ki a testi tüneteinket, beteljesül a fájdalomnak a küldetése. A fájdalom közül a legrejtélyesebb és a legnehezebben kezelhető a lelki eredetű fájdalom. A lelki rosszul lét testi megnyilvánulása lehet
például a fejfájás, a derék, hát, lábfájás, hasi görcsök, és általában a kiváltó oka ezeknek a fájdalmaknak családi probléma, munkahelyi stressz, megfelelési kényszer, magánéleti, párkapcsolati probléma. Minden fájdalom okkal történik. És én azt szoktam mondani a vendégeimnek, és magamnak is, ha fájdalommal küszködök, hogy engedjük meg a fájdalomnak, hogy jobbá, bölcsebbé tegyen bennünket. És nagyon sokat segít a mi munkánkban az a csodálatos komputer, amit Kovács Magyar András és a felesége hozott létre, mert ez a készülék, ez a kvantumfizikai készülék a lelkünkkel szembesít. Igen. És arra mutat rá, hogy ha a tudati és a lelki krízispontokat nem oldjuk meg, milyen testi kivetülésekkel találkozhatunk, milyen fájdalmak jöhetnek az életünkben. És jönnek is. Jönnek is. És ezekkel a fájdalmakkal meg kell birkóznunk. Így van. De csodálatos megfogalmazás volt. Nagyon kerek, és nagyon felkészültél erre a kérdésemre, úgy látom, de nagyon köszönöm a hallgatók nevében is, hogy rávilágítottál ilyen széles spektrumba erre a fogalomra. Mert azt mondjuk, hogy jó lelki dolgok, és kivetülnek fizikai testre, és kész. És ezzel le is tudtuk. De ilyen szépen kifejtve, részletesen rávilágítva, remélem, hogy sok embernek megdobogtattad a szívét ezáltal, és így még jobban rádöbbennek arra, hogy oda kell figyelni a fájdalomra. Mert majd kibírom én, és akkor utána belerokkam, és olyan visszafordíthatatlan folyamatok is jöhetnek, vagy mondjuk úgy, hogy gyógyíthatatlannak tűnő betegségek, mint ahogy az András is szokta mondani, annak tűnik elsőre. De a mi megfogalmazásaink és fogalmaink szerint viszont meggyógyítható az is, csak ahhoz meg kell találni a kiváltókat és a lelkünket rendbe tenni. Csodálatosan megfogalmaztad, köszönöm szépen. Még mindig maradnék én nálad, drága, hogy ha már a betegségről vagy a fájdalomról beszéltünk, akkor az egészség szerinted? Jó a kérdés. Nagyon röviden én azt mondanám, az egészség egy képesség, amit mi létre tudunk hozni. Az egészségnek több alterülete van. Van biológiai egészség, van lelki egészség, mentális egészség, emocionális, szociális egészség. Ha lenne időnk, kifejteném mindegyiket. Majd keresünk rá egy másik alkalmat igen. is. Valójában az embert egészében kell vizsgálnunk. Ez egyenlő egy holisztikus szemlélettel. Az ember maga egy egész, melynek az egységét a test, szellem és a lélek egysége adja. Így van. És egy gyógyítónak nem csak az a dolga, hogy a betegségre koncentráljon, hanem a betegség okára, annak a helyreállítására, és az egészséges állapot fenntartására, sőt, a megelőzése a legeslegfontosabb, és bennünket ez vezérel. Így bizony. Nagyon nagy tanításokat adsz át nekünk, és a hallgatóknak is köszönöm szépen. Nagyon jó megközelítés, és igen, és én is azt szoktam mondani, hogy a betegeim helyett a vendégeimnek, hogy ha nem foglalkozunk a lélekkel, és csak a testet kezeljük, akkor az már csak inkább pénzkeresésről szól, nem pedig a gyógyításról. Így van. És még néhány címszóval szeretném kifejteni, hogy nálunk az egészség milyen kis pontokon közelíthető meg, és milyen területeken kell, hogy odafigyeljünk magunkra ahhoz, hogy testi-lelki-szellemi egyensúlyunk legyen. Hát nagyon fontos, hogy jó helyen feküdjünk. Így van. Hogy minőségi legyen az étkezésünk. Tökéletes. Hogy a negatív dolgokat, a negatív gondolkodást megtanuljuk tudatosan elengedni. Hogy a sportra és a hobbira törvényszerűen odafigyeljünk. A pozitív gondolkodás, a pihenés, a relaxálás és a mosoly.
ami ingyen van, és igen, sok lelket megmozgat. Például az én unokám, amikor rám mosolyog, hát én majd negekszem. Hát az fantasztikus, és nem, elolvad az ember ilyenkor. De biztos, hogy te is így vagy a te unokáiddal. Így van, így van. Ez csodálatos dolog. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hadd kérdezzem meg, hogy neked voltak gyermekkori álmaid? Voltak. És tudod azt a mostani tudatosságoddal hasznosítani, vagy szoktál figyelni az álmaidra? Szoktam figyelni. Sokan megkeresnek, és szeretnék velem az álmukat megfejtetni. Nagyon jó. De én ilyenkor mindig azt mondom, hogy hiába vesszük elő az álmos könyvet, hiába mélyedünk el az álomfejtésbe, ne higgyük azt, hogy minden szimbólum minden ember számára ugyanazt jelenti. Így van. És van többfajta álom. Az első a vágyteljesítő álom, amikor valamire nagyon vágyunk éber állapotba, de nem kapjuk meg könnyen, és megálmodom. Sokszor megálmodom azt, hogy hogyan kellene azt a csodás vágyamat megteremteni. Én kaptam ilyen üzenetet már álmomban. Egy pillanat, cserélünk egy mikrofont, mert egy kicsit recseg, ahogy én visszahallom, és egy kis technikai váltás, és hogy a másik fajta álom a szorongásos álom, ami nagyon gyakori és visszatérő kisgyerekkorban. Általában ennek az a kiváltó oka, hogy valamitől fél a gyerek, és erről álmodik. A harmadik, a rémálom, nagyon nagy indulatok vannak mögötte a háttérbe, esetleg haláleset, tragédia, baleset, vagy ha valaki valamelyik családtagjától fél, mert az a családtag agresszíven lép fel, akkor tipikus, hogy nagyon sokszor rémálom formájában jelentkezik ez a félelem az illetőbe. Freud szerint az álom szoros kapcsolatban áll az álmodó személy aznapi tevékenységével, és szimbólumokat rejtenek az álmok, de mint ahogy én a saját álmaimat is magam szeretem megfejteni, én másnak is azt tanácsolom, hogy kicsit foglalkozz ezzel az álommal, és hát ha rájössz arra, hogy mi az üzenete, és miért álmodtad ezt. Nagyon jó megközelítések és útmutatások ez számunkra és mindenki számára. Te tartasz tanfolyamokat is, tartottam a Kecskeméten is egy párat, hál' Istennek. Remélem, hogy a jövőben is elvárhatunk hozzánk. Mit szólsz, ha szeretnélek meghívni egy pár tanfolyam tartására Kecskemét Citybe? Ó, nagyon szívesen jönnék. Imádom a tanítást. Csodálatos témáim vannak, amivel remélem, hogy nagyon sokat tudok segíteni. Mi lenne az, hogy izgassuk már fel egy kicsit a hallgatókat, hogy milyen témával jönnél Kecskemétre? Hát most a legfrissebb kurzusomnak az anyaga a párkapcsolat. Nagyon fontos. Megtartása, illetve jobb átétele. Igen. Illetve ha valaki szingli és egyedülálló, hogyan teremtse meg magának a nagyon várt, vágyott kapcsolatot. És a második téma ezen a kurzuson, hogyan legyünk jó szülők. Nehéz szerepkör ez, de a világ legcsodálatosabb szerepe. És rengeteg gyakorlati tanácsot adok át a hallgatóimnak. Így van. Úgyhogy én nagy szeretettel várom azokat, akik szeretnének elmélyedni ebben a két témában. Jó, várunk szeretettel Kecskemétre, úgyhogy majd keressenek bennünket és megbeszéljük, aki szeretne ilyen tanfolyamokra eljönni, mert hogy igen, az a kérdéseim is közt is szerepel a szingli, a magány, a társas magány, majd még erre visszatérünk, csak most egy kicsit talán majdnem elébe mentünk a dolgoknak, de ezt nagyon szerettem volna, hogy kikerekedjen már az elején, hogy én szeretnének elhívni tanfolyamokat tartani, vagy akár rendelni is, mert hogy
azt tapasztalom, hogy nagy-nagy szükség van rá, és én is igyekszem lelki dolgokkal is foglalkozni, vagy mi is igyekszünk a kedvesemmel a lelki dolgokkal foglalkozni, de te tőled tanultunk, és a mester, akitől tanul az ember, úgymond mester, de nem mester vagy, hanem tanító, vagy nevelő inkább talán ugyanúgy, mint az András, hogy mert hogy nem csak megtanítasz, hanem meg is nevelsz bennünket, akiket tanítasz, és ezáltal mi is meg tudunk változni, és ha mi megváltozunk, megváltozik a környezetünk. És a környezetünk megváltozik, változik a világ is. Tehát ugye azt tanultuk, és azt valljuk, hogy ha változást akarsz a világban, kezd magaddal. Így van. És ha te ezt elkezdted, akkor már utána változik a környezeted is. És csodálatosan lesz a láncreakció, és így tudjunk változtatni és javítani a világon. Köszönöm szépen. Szerinted a lelki dolgokon, mert tudjuk, hogy a lelki dolgok igenis megbetegítenek, de a lelki dolgokon kívül mi betegíthet még meg bennünket? Vagy csak beszéljünk a lelki dolgokról, mert a lélekgyógyásztól... Úgy, most a lelki dolgokról fogok beszélni. Jó, rendben. Az legyen az én privilégium. Jó, rendben. Jó, rendben. Akkor mi betegít meg bennünket? Így általánosságban, és akkor a te szakterületedre áttérve. Hát először is azzal kezdeném, hogy a lélekgyógyászat mit is jelent. Nagyon jó, köszönjük. Ez egy csodálatos hivatás. Hozzásegíteni a másik embert ahhoz, hogy előhozza magából a benne lapuló erőt, életkedvet, hitet, önbizalmat. Hát ettől szebb hivatást én el nem tudnék képzelni. Hát, kevés van szerintem. Igen, igen, és sokszor szokták azt mondani, hogy az embernek mankót kell adni. Nekem teljesen más a mottóm. Én azt szoktam mondani, hogy az embert a saját lábára kell állítani. Sokkal jobb és hasznosabb. Bennünket egyértelműen ez vezérel. Mindannyiunkat. Tökéletes. John Lennontól 7 éves korában megkérdezték, hogy mi szeretnél lenni. Egy szóval válaszolt a kisfiú, azt mondta, boldog. Nagyon jó, igen. És úgy elgondolkodtam, amikor én ezt meghallottam, hogy valójában ez a kisfiú ösztönösen válaszolt azt, hogy boldog szeretne lenni, és valójában mindannyian ezért vagyunk itt a Földön. András nekünk megtanította, hogy mindannyian azért születünk le, hogy tanuljunk, tapasztaljunk, és boldogok legyünk. De az a helyzet, hogy nagyon sokszor elakadunk az út folyamán, és van egy olyan mondás is, feküdj le, pihenj, és várd meg, hogy a lelked utolérjem. Ez jó. Ezt még így nem hallottam. A boldogságra, örömre való képességünket nekünk ki kell tudatosan fejlesztenünk. Nem jön csak úgy magától. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha biztonságban vannak, az egyenlő a boldogsággal. De nem, ez egyáltalán nem így van. Ez közel se. És mindannyiunknak meg kell tanulni a változtatásra való képességet, mint a GPS, hogyha eltévedtünk, irányt újra vált. Tervezni. Újra kell terveznünk. Jó. És mottóm az is, hogy rávilágítsak az embereknél arra, hogy a gyengeség nem egy velünk született adottság, hanem egy szerzett tulajdonság, aminek az oka, kiváltók a negatív érzések, negatív gondolatok és a lustaság. Ennek a három dolognak az eredménye a gyengeség. És szoktuk azt mondani, amikor elhagyod magad, ugye? Akkor nincs az emberbe elő, nincs az emberbe életkedv. Különben az igazi természete mindenkinek isteni és erős. És ezért én szeretném előhozni mindenkiből azt az életkedvet, azt a hitet, önmagába vetett hitet, ami előre viszi. És rá kell döbbenteni mindenkit arra, hogy erőt kell, hogy vegyen magán. Ezért vagyunk itt.
már kész tanfolyamot tartasz nekünk. Nagyon kedves. Sokan tanulnak belőle szerintem, én magam is. És köszönöm. Még egy utolsó gondolat ehhez a témához. Az életnek három fő területe van. A munka, a párkapcsolat, és az önmagunkkal való kapcsolat. És mind a három kiváló börtön lehet, ha nem figyelünk oda. Igen, úgy bezárják az emberek magukat, és falakat emelnek maguk köré. Szoktam egy példát erre mondani a vendégeimnek, hogy amikor te a házad előtt megnövelsz egy sövényt, hogy ne lássanak be. Ha megnő az a sövény, te se látsz ki. Így van. Tehát két oldalú dolog ez, és ezért is kell odafigyelni, és van, aki azt mondja, hogy hát majd döntök le belőle ebből a falból. Mondom, nem lehet, le kell robbolni az egészet, és kinyitnod, és nem félni a csalódásoktól, mert azzal is tanulsz. Ha nem így teszel, rosszul teszel. Köszönöm szépen ezeket a tartalmas gondolatokat és tanításokat. Szívesen. Tőled nem fogom megkérdezni azt, hogy hogyan ismerted meg, vagy hogy kerültél Kovács Magyar Andráshoz. Elég régóta. Náladnál csak az anyukája ismeri talán, egy kicsivel régebb volt. Úgyhogy ezt kihagynám. Akkor tovább kérdezném Sárát, ha szabadna. És akkor a mikrofonnal egy kicsit játszunk is. Na, kedves Sárika, köszöntelek téged. Szerinted mi a fájdalom? Hát, Enike után ezt megfogalmazni egy kicsit nehezemre esik. Én ezt úgy gondoltam át, amikor olvastam a kérdéseidet, hogy nekem egy tükör és egy útmutató, és valaki szólt odafentről, hogy rossz úton jársz, állj meg. Tehát egy útbaigazítás. Most változtass. Valamit másképp kell csinálnod. Nem mondom azt, hogy ezt így rögtön tudtam, tehát lehet, hogy hosszú idő volt ezt így átdolgozni és megérteni. Tehát belesétáltam én is a mindenki által jól ismert csapdákba az önsajnálattól kezdve. De akkor történt egy nagyon nagy változás, amikor az ikerfiaim megszülettek, és volt egy olyan problémám, hogy egyszerűen a lakásból nem bírtam kimenni, tehát rosszul voltam, tehát fél óráig készültem arra, hogy egyáltalán lebírjak menni a negyedik emeletről. Minden orvosi leletem negatív volt, és az volt a konklúzió, hogy tanuljak meg ezzel élni, és akkor azt mondtam, hogy na biztos, hogy nem. És akkor itt kezdődött egy olyan út, amikor én elkezdtem az alternatív gyógymódok felé fordulni. Tehát ne menjünk elébb a dolgokat. Nem megyünk. Csak tessék erre válaszolni, amit kérdeztem egyelőre. És akkor rájöttem, hogy igen, tehát ott nekem meg kellett tanulnom dolgokat. Tehát olyan? Eltelt jó pár év, és akkor rájöttem, hogy igen, ez okkal történt, és történt utána jó pár folyamat. Egy egész más irányt vett az életem ezáltal, és azóta tudom azt mondani, hogy ez egy útbaigazítás. Nagyon jó, köszönöm. Én a vendégeimnek azt szoktam mondani, hogy a fájdalom az nem az ellenségünk, hanem a barátunk, mert hogy rávilágít arra, hogy valamit rosszul csinálunk. És minél tovább tűrjük azt a fájdalmat, annál rosszabbul csináljuk. Tehát, hogy én is elmondjam a fájdalommal kapcsolatos verziómat, de igen, az Enikőnek a hozzászólását, kifejtését, ezt nem lehet überelni szerintem. Úgyhogy maximálisan nagyon jó volt. Köszönjük szépen. És szerinted mi az egészség? Benne van a nevében. Egész. Ha valaki egész, akkor ő egészséges. Amikor már nem egész, akkor kap egy útbaigazítást. Igen, és jön a betegség, és vagy jön a fájdalom. A betegség. Egésznek kell lenni. Jó, és akkor így tud utána boldog is lenni az így ember. Van, vagyis, hozzátartozik. Vagyis, ha megfordítjuk a dolgot, hogy az az egészséges, aki boldog. Így van. Jó, köszönöm szépen. Neked vannak-e, vagy voltak-e akár gyermekkori visszatérő álmaid, és tapasztaltál-e belőle valamit, amit tudtál hasznosítani, vagy csak úgy átcsitlottál fölötte, de én nem hinném, hogy ilyen lenne, mert hogy egy művész ember mindig odafigyel mindenre. Gyerekkoromban voltak visszatérő álmaim, ez nagyon hasonlított anyukám álmaira, repültem. Tehát visszatérően repültem, de tehát ez a
repülési álom az érdekes módon nem folytatódott, tehát hogy nincs ilyen. De ugyanaz, amit Enikő megfogalmazott, igen, mindig kapok intuíciót álomban. És amikor kell, akkor ezeket pontosan tudom. Semmit nem ér az álmos könyv, ugyanis amikor fölébredek, akkor tudom, hogy na, oké, akkor ez megjött. Igen. Jó volt, nem volt jó. Hát egy tájékozódási pontnak jó az álmos könyvek, igen, szerintem, de ahogy az Enikő is mondta, és ahogy te is, hogy mindig egyére szabott a dolog. Nekem szól a szimbólum, tehát hiába mondom el másnak, nem fogja tudni ugyanazt elmondani belőle. Tehát volt ilyen kísérlet, persze baráti körben sokszor beszélgettünk álmokra. Nem jött le senkinek ugyanaz a válasz, mint ami nekem. Tehát mindenki egyedi, más lélek? Igen. Más egyedi egyéniség, szellemiség, de más érzésvilággal. A véleményem az, hogy igen, meg kéne tanulni odafigyelni az álmokra. Tudatosan tudni, hogy az ott most egy olyan adomány, amivel nagyon pozitíven és sikeresen lehet élni, ha meg tudod fejteni. Odafigyel az emberre, igen, így van. De csodálatos. Én azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy készítsél magadnak oda egy papírt és ceruzát, kemény lapra, mint amit itt van előtted is, és akkor írd le. Lehet, hogy reggelre nem is fogsz emlékezni rá, csak reggel megnézed, hogy jé, te ezt én írtam. És akkor ott lesz az üzenet. És akkor abból tudsz tanulni, tapasztalni, tovább lépni, és profitálni legfőképpen. Én is repködtem gyermekkoromban, néha még most is. És milyen igazod van a jegyzettőmben, ezt egyszer felejtettem el, mert úgyis fogok emlékezni reggel, hát nem. Biztos, nem? Nagyon jó. Igen, csodálatos dolgok ezek. Szerinted mi betegíti meg az embereket? Vagy neked az a negyedik emeletről való jelenjövetel, az ha csak azt szándékozod, akkor fejtsd ki, de akkor legyünk általánosságban esetleg, csak most bepróbálkoztam. Hát az a negyedik emeletről lejövetel, az durva volt. Igen, az egy durva volt, hát lejöttem a negyedik emeletről. Hát másképp most se lenne itt. Így van, de tehát gondolatba is, meg életútba is lejöttem arról a nagy negyedik emeletről. Nagy munka volt, és gratulálok hozzá. Az kellett, tehát egy tragédia lett volna belőle, ha nem. Szerintem jó jártam, nehéz volt. Tehát ami könnyű, ezt Navas is meg tudja csinálni. Bárki meg tudja csinálni, igen, persze. Tehát minden időn el agyba, hát vannak dolgok, amik nehezebben mennek, vannak, amik egyszerűbben, tehát nekem is megvannak azok a problémák, amiket én nehezen tudok leküzdeni, másnak meg ilyen, hogy hopp, már meg is oldottam. A saját fékeink befolyásolnak bennünket. A feladatok. Hát betegíteni egyrészt, ugye már mondtam, hogy minden agyba dől el, tehát nagyon negatív gondolatok tudnak. Illetve én a magam részéről belesétáltam több olyan magánéleti csapdába, amiben talán nem kellett volna, tehát így akkor annyi eszem volt. A következő életedben nem teszed. Van, és megtanultam. Tehát, hogy megtapasztaltam, hogy ezt nem kell, de nagyon jó dolgok is alakultak ki belőle, mert tanultam, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat kezelni, megoldani. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy ebbe belebetegedjek, tehát meg lehet ezt egy másik útvonalon is oldani. Tehát az első figyelmeztető jelre oda tudok figyelni. Gratulálok, ez a nagy munka, hogy ki tudsz belőle jönni, mert ha nem tudnál kijönni belőle, akkor igenis, már lehet, hogy meghaltál volna, hogy a Diri a viccosztályon tudtam viccelődni a többivel. És sajnos nagyon sokan vannak így, és azért kerülnek oda a viccosztályra, mert nem tudnak kijönni belőle, mint ahogy te példát mutatsz ebben, hogy te ki tudtál jönni belőle, és ezért nagy érdem ez másoknak mutatva is a példát. Tehát ez egy csodálatos dolog. Hozzá kell tennem, hogy ebben nem csak én vagyok a nagyon profi, meg a nagyon ügyes. Tehát ha nem lenne az Ákos, akkor valószínű sokkal hosszabb út vezetett volna el engem idáig, meg mondjuk Andor is, tehát, és nem lenne a kompjúter. Tehát most, igen, nekem ez annyiba kerül, hogy hopp, gondoltam valamit, és akkor beszélünk Ákossal. És a Mátrix-os kompjúterre megmérnek. Szíves, és akkor jön haza, megmér a kompjúterrel, és akkor nagyon röviden a legutolsó kis történet. Amikor legutóbb itthon volt kompjúterrel mért, és
az ugye ez ilyen 99%-ot mutatott ezzel a problémával kapcsolatban, és így nézem, mondtam, hogy hát ez egyáltalán nem. A másik az a 80%-os, igen, az stimmel, azzal egyet értek, és akkor az Ákos így lecsukta a kombitet, akkor milyen cseppet is kérjek neked? És így megálltam, és mondtam, hogy Ákos, a kompjúter nem téved, azért 99%, mert azt még nem vettem észre. Úgyhogy azzal a cseppel kezdtem. Így bizony. Mert hogy még nem ismerjük föl, nem materializálódik bennünk, vagy a betegség, vagy fájdalom formájában, de a kompjúter már előre tudja, mert ugye nem csak a múltat és a jelent vizsgálja, hanem a jelenből mi lesz. És ha nagyon veszélyes utakon járunk, akkor már előre megmutatja, és ott van. És tapasztaltam már olyan mértékben, ez nagyon jó hasonlat, és ezt légy szíves írd is le a honlapra, hogy olyat tapasztaltam, hogy megmértem a családot, és azt mondja a hölgy, hogy az anyukámat is mérjük már meg, mert aki nincs ott, mert hogy szeretné rajta segíteni. Jó, rendben. Megmérjük, és akkor sorolom a dolgokat. Pont ilyen. Ezt nem értem. Az anyukámra 100%-ra igaz. Én rám miért nem tudta így elmondani? Pedig az anyuka ott sem volt. Tehát úgy tette rá, ő rá gondolt. Hát azért, mert még ő még nem tudott szembesülni vele. Igen. És ez a nagyon jó példa erre is, hogy te se tudtál még szembesülni, nem ismerted föl, és ezáltal utána tudtad, mert vagy már annyira tudatos, és tapasztaltál már annyi sok jó dolgot, hogy ezt... Kompjúter nem téved. Ez nem téved. És ez 98%-ra mondja az András a pontosságát, hát lehet, hogy 110. Igen. De hát akik már használjuk rendszeresen, azok tudjuk igazán, és ismerje meg nagyon sok ember, mert hogy a múltat is, a jelent is, és a jövőbe is bele tudunk tekinteni, és bele látni, és segíteni rajta. Nagyon sokan görgetik, az Enikő a munkája során biztos olyan sok lelki problémával találkozott, problémás emberrel, hogy görgeti maga előtt a hatalmas rönköket, görgeti, tolja maga előtt, és nem tud tovább lépni. A kompjúter odaadja azt az információt, hogy te is feloldod, emléksúlylevételt, lelki dolgokkal, és fantasztikus. Már megy is tovább, és újból, újnak látja az egész világot. Hát még mielőtt tovább mennénk, akkor egy picit húznám az időt, volt egy nagyon aranyos történet. Ne húzzod, az úgyse szakad el. Jó. Tűzománces közösségbe járok, nagyon jó kis társaság, és történt pár hónappal ezelőtt, hogy több fiatal hölgynek volt problémája, tehát műtétek, stb. És hogy elindult a beszélgetés, hogy neki most műtötték a csuklóját, a másiknak epeműtét, akkor az a szemműtét, akkor ki milyen gyógyszert szed. Mondtam, hogy amikor az 50-nél tartottunk körülbelül, akkor így néztem körül, mondom, hova kerültem, megfogtam, kivettem a táskámból Matrix csöppet, mondtam, hogy én meg ezt szedem egyébként, meg én meg túrázni járok. Nem az orvoshoz. És mindenki így körülbelül, na, jó, akkor... És nem értették a dolgot, gondolom. Nem kérdezik, hogy juthatunk hozzá. Igen, de van, aki igen. Hát azért, aki fölér rá, igen. Jó, még egy két dolgot szeretnék gyorsan kérdezni tőled, de nem kapkodunk, mert leverünk valamit, hogy te, hogy ugye már ez már ki is fejtetted egy picit, az Ákos és a Zandoron keresztül ismerted meg az Andrást és ezt a rendszert. És hogy kerültünk mi össze, mert mi egy kicsit hamarabb kezdtük, és hogy kerültél hozzánk, hogy a Gyógyítókezek Centrumhoz hogyan jutottál el? Hát végül is az Andráson keresztül, tehát meg az András iskoláján keresztül, és az Ákoson keresztül, mert ő ismert meg téged. Ő ismert meg téged, és akkor mondta, hogy ó, hát itt Kecskeméten itt van a Heffer István, tudom, hogy ki is, mondtam, hogy nem tudom. Na hát akkor egyszer föltétlenül meg kell ismerjelek. Aztán, hogy futottunk össze, arra emlékszem, hogy ott ültünk nálad. És akkor már voltak ilyen összejövetelek, meg
tanítottál minket, hogy hogyan mérünk, hogyan használjuk a pálcát, és kialakult egy nagyon jó kis baráti kör, hogy összejártunk, együtt mentünk kirándulni, akkor nálad volt főzőcskézés, akkor Ákos is rendezett nálunk, és ez még a gyógyítókezek létrehozása előtt kezdődött. És hát akkor egyenes volt az út a továbbiakhoz. És ennek én nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, és köszönök most is. Én is köszönök neked sok mindent. Bármilyen hirtelen adódott problémám volt, akkor én tudtam, hogy semmit nem kell csinálnom, mondjuk esetleg fölemelni telefont, hogy István, most éppen dolgozol, és mehetek. De ez egy bokaficamtól kezdődően. Derékfájdalom, és amikor beálltál, mint a Jancsi szög. Erre emlékszem. Hát, ha megengeded, akkor azt elmesélném. Köszönöm. Úgy ébredtem föl, ez kb. Másfél éve van reggel, próbáltam leszállni az ágyról, és nem ment, és mondtam, hogy na biztos ezt hívják idegbecsípődésnek. És akkor így nagyon óvatosan így leszálltam az ágyról, és mondtam, hogy hát érdekes lesz a mai oktatási napom, talán bebírok szállni az autóba, és talán azt elbírom vezetni, és akkor mondtam, hogy hú, hát gyorsan felhívom Istvánt, hogy most mi legyen, ez volt ilyen 7 óra magasságában körülbelül. És mondta, hogy hát mindjárt megyek, be tudsz ülni a kocsiba. Mondtam, hogy egész biztos, hogy ezt meg fogom tenni. Jó, akkor fél óra múlva találkozunk nála. Na most fél óra kellett ahhoz, hogy az 5 perces kocsi utat megbírjam tenni, mert mire bezártam az autóba, és akkor valahogy bevickéltem oda hozzád, és mondtam, hogy szerintem becsípődött az ideg itt a gerincembe. István így rám nézett, így megnyomott egy pontot, és azt mondta, ez nem az, de most tanultam egy ilyen új fogást, ide főteszlek szépen az asztalra, megnyomott 2 pontot, és így főkeltem, és nem fáj semmi. A Pálus Attila kurzusán voltam előtte egy pár héttel. Úgyhogy, igen, hát pont azért kellett megtanulni, hogy neked tudjak segíteni. De, igen, és köszönöm szépen. Köszönjük az Attilának, meg az égieknek. Igen, volt egyszer egy 2 évvel ezelőtt egy olyan vendégem, aki megcsináltam a protokoll szerinti fogásokat, és mégis maradt fájdalma. Úgy mondom, ez így nem lesz jó. És akkor utána meghirdette a Pálus Attila a manuálterápiás kurzusát, és én ott voltam mind a 3-on, és nagyon sokat tanultam, és azt mondtam, hogy ez a triggerpontot megtanultam, egy párat, meg fogást hozzá, meg a piriformis szindrómának a fogásait, és azóta nagyon sok embernek tudtam rajta segíteni, köztük neked is, mert hogy annyira új keletű dolog ez, mert a sok üléstől az emberek, amit ülnek autóba, irodába, erre-arra, és most ez a sláger már, hogy másfél-két éve. És egy emberen így nem tudtam segíteni, pedig az andásnak a módszerében is benne van, de az olyan fájdalmas, amikor térdebben megyünk a far részre, hogy azt nem mertem megcsinálni neki, mert hogy már az hozzáértem is már. Na, azóta megvan a manuálterápiás fogásom hozzá, 3 fajta is, és akkor így mostan tudok segíteni. Egy hölgynél megcsináltam mind a 3 fogást egyszerre, na az nem kellett volna. Mert akkor viszont már átestem a túloldalára, nagyon nagy dózis kapott, és megint nem jó. Tehát ezt is nekem is meg kellett tanulni, hogy módjával a kevesebb, néha több. És ez egy csodálatos dolog, hogy ilyen csodálatos emberektől tanulhatunk és fejlődhetünk. Köszönöm szépen. Majd még visszatérünk rád. Itt a Trepák István barátom. Tőled is megkérdezem, hogy milyen újat tudsz mondani nekünk a fájdalom fogalmával kapcsolatban? Hát, nagyon gyönyörűen megfogalmaztátok, hogy mondhatnám azt, hogy vagy nehéz helyzetben vagyok, vagy könnyű helyzetben vagyok. Na, válasz. Úgyhogy én csak egy-két példát tudnák erre az egészre mondani. Hallgatunk. Hogy nekem is voltak fájdalmaim, és a gerincemmel volt problémám, és te tudtál rajta segíteni. Örülök neki, hogy így történt. Akkor elhatároztam, hogy én is, meg a családom is
arra az útra fogunk rátérni, hogy ne ismerjük meg a fájdalmat. Nagyon jó gondolat, igen. Hogy azért tenni, preventív tenni, prevencióba tenni, igen. Ahogy a Zenikő is itt mondja, igen, ezért tenni, ez egy csodálatos dolog, nagyon kevesen tesznek így. Igen. És számtalanszor elmondom az embereknek, hogy inkább az autóját is elviszi szervizbe, akkor az ízületeit miért nem? A lelkét miért nem teteti rendbe? Miért nem? Hát miért kell szenvedni? Hát nem szenvedni jöttünk le boldogságba. Azt szoktam mondani, hogy 5 dologé születtünk le a földre. Lehet, hogy a Zenikő ezt még nem hallotta most majd. Hogy jókat együnk, jókat ígyünk, jókat szeretkezzünk, lelkileg, szellemileg fejlődjünk és tapasztaljunk. Ezt így nagyon leszűkítve és leegyszerűsítve. Igen. Hát a világ egyszerű és csodálatos, ami nagyon mindig rácsodálkozom a világra is. És ha egy prevencióba belemenni valakit tenni, az már a boldogságért tesz. Igen. És ez egy csodálatos, és igen. Én úgy tudom, hogy te boldog ember vagy, boldog családban, és gratulálok hozzá. Példát tudsz mutatni másoknak. Igen, ez az egyik mottónk, hogy példát mutassunk az embereknek, és tudjunk nekik segíteni. Nagyon jó. És csak is így lehet a példákkal. A példabeszéknek is, a példáknak igen. Mindig nagy jelentősége van. Én vállalkozói szemmel tudok erre az egészről beszélni, és nagyon sok olyan dologba tudnék az egészről beszélni, hogy egy vállalkozói szemszögből vagy megvilágításból, hogy milyen fontos dolgokat lehet ezzel elérni. Így van, a prevenciónak elébe menni a dolgoknak, igen, nagyon fontos, igen, köszönöm. A fájdalomról mondhatok még egy ilyen kis vicces anekdótát? Hallgatunk. Amikor a székely kisfiú látja a kutyát, hogy fekszik az odujába, és akkor rendszeres időközönként fölvonyít. És a 10. ilyen vonyítás után ő megkérdezi az édesapját, hogy édesapám, ez a kutya miért vonyít föl néhányszor? Hát, van ott egy szög, és szúrja. Akkor miért nem fekszik arrébb? Hát még annyira nem fáj. Jó. Igen, az emberek és nagyon sok embernek fáj, és mégsem megy arrébb. Igen, én ezt akkor szoktam mondani, amikor nem jönnek el hozzám, fáj, nyafognak, vagy igen. Siránkoznak, és akkor azt mondom, hogy nem jön el kezelésre, akkor még nem fáj eléggé. És itt jön a Zenikőnek is a munkája, amikor lelkileg nagyon-nagyon sokat tud segíteni valakin. Hogy tovább tudjanak lépni, föl igen. Tudják ismerni, fölismerni, be tudják látni azt a dolgot, hogy mit kell tenni igen. Önmagukért. És én mindig szoktam a vendégeimnek adni egy F1-es feladatot. Neked is mondtam már, szerintem az Zenikő nagy szemekkel néz rá, aranyos. Az F1-es feladat az azt jelenti, hogy fontos is első vagy önmagadnak. Jó, F1-es feladat, és azért, hogy fontos, hogy is első magadnak, mert hogy ha te rendben vagy, akkor többet tudsz adni a szeretteidnek. De ez így megint az egyszerűségre törekszem igen. Mindenbe. És ezt így nem felejtik el. Volt egy 74 éves hölgy is, és annak is ezt mondtam el, hogy F1-es is. Köszönöm, jól van, és megfogadta a tanácsomat, előre vette magát, és nem hátulra, utoljára. És már ott tartott, hogy a halálon gondolkodott. És mondtam, hogy ez így nem jó, az unokák még nagyon fiatalok, úgyhogy tessék rájuk vigyázni, meg hagyj jöjjenek a mamához, de ha így le van robbanva ilyen állapotba, akkor csak őket is lehúzza. Szerintem igaza van István. És azóta kivirult, kinyílt, mint egy gyönyörű rózsa. Úgyhogy gratulálok neki is ezúttal is. Kedves Istvánom, neked vannak visszatérő álmaid, vagy voltak gyermekkorodban visszatérő álmaid, vagy mit tapasztaltál az álmokkal kapcsolatban? Nekem igazából visszatérő álmaim talán inkább olyanok voltak, hogy pici gyerekként, amikor éltem a mindennapjaimat, és olyan déjà vu érzésem volt, hogy mintha ezt már láttam volna, vagy mintha már ezt a helyzetet láttam volna is, és ezt nem tudtam mire vélni. Elmondhatom? Miért? Erre az Andrástól kaptam meg a választ, hogy amikor mondta, hogy álmainkba kiléphetünk a testünkből, előre megyünk időbe, látunk bizonyos dolgokat, és akkor, amikor elkövetkezik az idő, hogy felébredünk, előtte visszatérünk a testünkbe, és akkor utána jobb döntéseket tudunk hozni. Igen, vagy? És ezért van a déjà vu érzés, mert már tudod, hogy mi volt, csak amikor abban a szituációban, hogy egyébként nem. Igen.
És ezért is vannak azért ezek a jó álmok, mint amire már a Sárika és Enikő is beszélt, hogy segítenek, tovább visznek, hogy rálásd, hogy ne essél bele abba a hibába, hanem kikerüld. Igen. Ez az égi segítség. És aki nem figyel oda rá, az rosszul teszi. Igen, de ugye itt is azért az nagyon fontos volt, hogy az Andrásnak a rendszere szerint éljünk, és utána, amikor mi kifeküdtünk földsugárzásmentes helyre, akkor ezek a jó érzések, vagy ezek a jó megérzések felerősödtek, jobban ki tudtak fejlődni, és akkor ezek gyakorlatilag mint egy későbbiben segítették a munkámat. Hogy? Vállalkozóként. Is. És azért nem mindegy, hogy egy is. Vállalkozónak a pénzügyi dolgokba is akár milyen döntéseket tud hozni. Hogyne, de egy fáradt ember nem tud jó döntést hozni, amikor elmosra vagy a másik földsugárzás elviszi az energiáját. Ugye az energiakészletünk akár egy harmadát is képes elvinni a földsugárzás. Na most, ha annyival több van, akkor már a többi dolgodat is könnyebben tudod megoldani, ezért is én is így szoktam mondani, de lehet, hogy hallottad már be, hogy beszélgettünk másokkal is, hogy ha a földsugárzásból kifekszel, akkor sokkal több energiád marad. Utána még esetleg van entitás, akkor azt is megoldani, és megint több energiád marad arra a hét testünkből lévő érzelem, gondolat, kapcsolat, lelki világunknak a megoldására. Igen. És könnyebben rálátunk az egész dologra. Volna még egy dolog, igen? Amit hozzá szeretnénk fűzni, hogy mitől még jobbak az embernek a megérzései, vagy mitől egészségesebb az ember, nagyon szerintem fontosan összefügg, hogy magát a protokollt minden pontját betartani, hogy sokkal tisztábbak legyünk, fogékonyabbak az intuíciókra, és mi is volt a másik? Amíg ezt elmondod, hogy aki nem tudná, hogy mi a protokoll, azt a honlapunkon tekintse meg. Részletesen én leírtam, mert hogy beszélünk itt dolgokat, és nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel, igen. És nem biztos, hogy mindenki járt a Kovács Magyar Andrásnak az iskolájába, de reméljük, hogy októberben majd el fog jönni, mert hogy mi is szeretnénk ott lenni, újfent, a 10-valahanyadik alkalommal, de a lényeg az, hogy a protokollt nem tartjuk be, akkor mind-mind visszahúzó erő. Az András ezt nem kitalálta, hanem megtapasztalta, és sok-sok sugallat és gyakorlati tapasztalatok alapján állította össze, és ezt, aki nem tartja be, az nagyon rosszul csinálja. És mindig hátulütői lesznek ezáltal. Igen. Hadd szóljak ehhez valamit, mert itt szerintem a hallgatók, nem mindenki tudja azt, hogy ez az iskola tulajdonképpen micsoda. Mert ezek alapján talán azt hiszik, hogy ugyanazt hallgatjuk évről évre. Na most ez nem így van. Ez az iskola olyan, hogy az alapokat megtanítja, minden évben az alapokat, és amellett az a jelenlegi állapotnak vagy éveknek az újdonságait is, mindenféle olyat tanulunk, amire szükségünk van az életben. Az aktualitásokat talán így fejezhetnénk. Igen, köszönöm, az aktualitásokat, igen, pontosan így van. Tehát ezt az iskolát úgy kell elképzelni, úgyhogy, hogyha az ember tizedikszer is járja, még mindig nem untuk meg. Mindig újat és újat fog hallani, és az életére vonatkozó új iránymutatásokat fog kapni. Így bizony. Mert igen, várunk mindenkit szeretettel. Nagyon jó, köszönöm szépen. Az Andráshoz hogy kerültétek? Még elmondanám, igen? Azt, amit az előbb nagyon szerettem volna, igen, csak nem tudtam hirtelen, hogy ahogy mi az Andrásnak a kurzusaira járunk, azt tanultam, hogy igazává kell válnunk. Igaz emberré. Igaz emberré. És ez kihat az egészségünkre is. Hogy? Kihat a döntéseinkre, hogy az ember nem tereli önmagát, saját magát semmilyen hazugságokkal, akkor mindig sokkal tisztábban tud dönteni, és ezáltal a teremtő képességünk is sokkal nagyobb lesz. Így bizony. És itt az egész szorosan összefonódik, amiről az előbb beszéltünk. Köszönjük ezt a jó gondolatokat, és ezt a felismeréseket, és a tanításokat. Enikőnek hol lett volna valami hozzáfűzni valója? Igen, nem véletlenül az András iskolájának a neve az öntudatra ébredés iskolája. Ez a kifejezés nagyon sok mindent elmond. Vagyis majdnem mindent.
Igen. Tehát, ha aki öntudatra tud ébredni, az megismeri önmagát. Ha megismeri önmagát, akkor egyé tud válni a teremtőjével. Nagyon leegyszerűsítve megint, ugye? Köszönöm szépen. Istvánom, én nem nagyon emlékszem rá, de te biztos jobban, hogy ismerkedtünk meg annak idején, és hogy ismerted meg a Gyógyítókezek Centrumot? Engem a sógornőm irányított hozzád. Régóta szerettem volna az Andráshoz eljutni, akár tanulni, akár valamelyik tanítványához, de nem igazán sikerült, mert a kecskeméti vagyok, nem találtam azt a pontot, ahol csatlakozhattam volna. És a sógornőm ajánlotta, hogy az egyik tanítványa itt van Kecskeméten, itt és itt rendel. És én úgy elmentem hozzá, ugye, gerinc problémákkal, egy órás kezelés 35. perce után nem fájt a derekam, és én akkor eldöntöttem, hogy meg fogom tanulni a csontrakást, vagy a csontkovácsolást, és így gyakorlatilag én így tudtam beintegrálódni az András iskolájába későbbiekben, meg így ismertelek meg téged. És igen, csodálatos utat jártál be azóta, ennek már van egy, mennyi, 6 éve, 7 éve? 7 éve legalább. Éve van. Nagyon csodálatos példamutató magatartást és példamutató dolgokat teszel, ott vagy a rendezvényeken, meg azoknak a helyeknek a kialakításában, nem csak fizikálisan, hanem más szempontból is segíted ezeknek a helyretételét, tehát fantasztikus munka, és jó, és lelkesedés, lelkes ember vagy, és ez a lényeg, hogy lelked van, és lelkes ember vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én kanyarodnék az Enikőhöz, mert én készültem egy pár huncut kérdéssel is, remélem, hogy tetszeni fog neked azért, hogy szerinted, kedves Enikő, meséld el nekünk azt, hogy mit jelent az, hogy lélekgyógyász? Beszéltél már róla egy kicsit, de még, vagy hogy mióta csinálod, és mi vitt rá arra, hogy legyél ezzel a foglalkozásnak a tudója, nagyasszonya, mert hogy nagyon-nagyon tisztelet reméltó munka, amit te véghez viszel, és én nagyon tisztelek emiatt, ez a munkásságod miatt, és köszönöm, hogy ismerhetlek téged is. Micsoda titulusok! Nagyon szépen köszönöm! Hát először is gyerekkorom óta mindig érdekelt a másik ember lelke. Volt bennem egy ösztönös érdeklődés, és folyamatosan azt tapasztaltam, hogy olyan könnyen megnyílnak felém az emberek, és olyan titkokat bíznak rám, és sokszor kikérik a véleményem, és ez nagyon jól esett. És 32 éves koromban egyszer csak, véletlenek ugye nincsenek, egy nehezebb, válságosabb időben végigpásztáztam a könyvespolcomat, és éreztem, hogy egy vékony könyvet ki kell, hogy vegyek. Az a könyvcsábít. És ez egy tenyérelemző könyv volt. Ahó. És már a 10. oldalnál úgy éreztem, hogy ez valami csoda. És ahogy olvastam a sorokat, folyamatosan kerestem az olvasottakat a tenyeremben. Ez csak is és hát nagyon hamar beleszerelmesedtem ebbe a területbe. Nem csoda. És a 10 hónapig én csak a saját tenyeremmel foglalkoztam, pedig azt hittem korábban, hogy mindent tudok magamról. Ismerem, mint a tenyeremet címszó, ugye? Hányszor mondjuk, hogy úgy ismerlek, mint a tenyeremet, tényleg, a sajátunkat nem ismerjük. No, innen indult a tenyérelemzés, és telt múlt az idő, és egyszer csak azt vettem észre, hogy jönnek az emberek hozzám, és kérik a lelki útmutatást a tenyérelemzés kapcsán. Tehát a tenyérelemzés az első gyerekem. Ehhez jó jött gyereke. A másik csodálatos eszköz, amit szintén nagyon imádok, a tarókártya, ami kiegészíti nekem a tenyérben látottakat, időpontokat tudok vele konkretizálni. Most például a napokban jött egy csodálatos visszajelzés felém, még könnyű szökött a szemembe.
áprilisban felkeresett egy szépséges fiatalasszony, és arra volt kíváncsi, hogy lesz-e neki gyereke valaha, mert a párja nem igazán szeretné, hogy babájuk legyen. Megnéztem a tenyerét, és mondtam neki, hogy figyelj ide, szeptemberre te áldott állapotban leszel, de azért küldd el még a párodat is, légy szíves hozzám, egy kicsit beszélgessünk. Azt hittem messzebbre küldjed. Mit kell tenni ennek érdekében. És két héttel ezelőtt felhívott a hölgy, és közölte az áldott állapot. Gratulálom. Boldogságát szeretné velem megosztani. Nagyon köröpkedett, csodálatos. Biztos. A tenyérelemzésű még egy kicsit majd részletesebben is beszélek. Tehát ez kiegészítette a tarókártya, utána az András iskolájában megtanultam az emléksúly levétel módszerét, amiről megint csak legekben tudok beszélni. Csodálatos világ. Nagyon sok pánikbeteg és depressziós ember jár hozzám, és velük mindig azzal kezdem a beszélgetést, az életvezetési tanácsadást, hogy te tényleg meg akarsz-e gyógyulni? Hó, fontos kérdés. Nagyon fontos, mert ennek ára van. Hogyne? A gyógyulásért nagyon sokat le kell tenni az asztalra. Először is tudnia kell, rá kell döbbennie, hogy mik a kiváltó okok, amik oda vezettek, hogy ő pánikbeteg lett, vagy milyen okokból kifolyólag alakult ki a depresszió. Erre én igyekszem mindig rávilágítani az eszközeimmel, és ha ő képes megbirkózni azokkal a lelki terhekkel, azokkal az elfojtott, szőnyeg alá sepert, meg nem oldatlan krízishelyzetekkel, ami ide vezetett, ennek is vannak módszerei, hogy lehet ezekkel megbirkózni, akkor meg fog gyógyulni. Pánikbetegeket például mindig arra kell késztetnem, először is beszélek velük arról, hogy mi a pánik, hogy alakul ki. Mi vezet ide, és tudatosítom bennük azt, hogy a pánikból csak úgy lehet meggyógyulni, ha neki még annak a félelemnek, ami eddig fogva tartott. Neked le kell győzni ezt a félelmet. Minden adottságod megvan hozzá. Nem pánikolhatsz be. És ehhez adok tippeket. És jó tanácsokat. És jó tanácsokat, és hát valami csoda az emléksúlylevétel, mert ezzel a módszerrel visszavisszük az illetőt mélytudatszinten, az idővonalon, a múltbeli negatív történésekhez, ami teljesen mindegy, hogy hány éve történt, 10 éve, 20 éve, egy fél éve, két hónapja, és újra élettetjük az illetővel ezeket a nem kellemes eseményeket. Így van. Többször is, háromszor, négyszer, ötször, és mindig egyre kisebb a súlya ennek az emlék, fájdalmas emléknek, és a végén, mikor teljesen tárgyilagosan beszél már az illető a korábbi fájdalomról, ez jelzi a terapeutának, hogy ezt az emléket sikerült levenni. De ezt te is tudod nagyon jól, hogy működik, hiszen csodálatosan vagyok, igen, végzettél is az emléksúly. Így van. Le is vizsgáztam nálad, és csodálatos érzés, és köszönöm a tanításokat, és a vizsga alkalmával is még mindig tanítottál egy kicsit, és az is még iránymutatás volt számomra, és nagyon jó volt látni azt, hogy az emberek mennyire pici dolgokon meg tudnak akadni, és hogy meg lehet oldani, és amikor már újból és újból, amikor már nem nyomasztja a lelkét, na akkor jó, na akkor az igaz, és az olyan megkönnyebbülés. Igen, és én az emléksúly levételnek nagyon fontos részletének tartom azt a momentumot, amikor az illetővel mélytudatszinten alkottatok egy énképet, hogy milyen is akar ő lenni. Reális alapokra helyezve elmondja az illető, hogy milyennek szeretné megteremteni a külsejét, és hogy belül milyen célokat
tűz ki maga elé. És attól a pillanattól ez az én kép elkezd dolgozni bennünk, mint egy iránytű. Csodálatos. Csodálatos, csodálatos. És hát a munkám lényege igazán úgy fogalmazható meg, hogy én az érzelmi intelligenciát akarom fejleszteni az emberekben. Nagyon fontos. Ha rajtam múlna, az iskolában is az egyik fő tantárgy lenne a társas készségek fejlesztése. Ugyanis én sokkal fontosabbnak tartom az együttműködést, a stressz helyzetek, a konfliktus kezelését. Helyzetek kezelését, mint a kovalens kötést, vagy hogy hol bányásznak vasércet az országban. Hát eléggé fontosabb, igen, és a társadalmunk másképp áll. Igen, az IQ-nk fejlesztésének van egy határa, de az EQ-nk, az érzelmi intelligenciánk maximálisan fejleszthető. És nagyon sok ember korától függetlenül nem tud felnőni, vagyis érzelmileg éretlen. Számtalanszor tapasztalom azt, hogy valaki 56 éves, és az élethez való hozzáállás az érzelmi reakciói alapján egy 12 éves gyereknek felel meg. Sajnos és én igyekszem segíteni ezeknek az embereknek ahhoz, abban, hogy felnőjenek. Tanulságos történetet is el szoktam mondani a vendégeimnek, ami így szól. Két béka beleesett a teljes csuporba. Az egyik feladta a reményt, elsüllyedt és megfulladt. A másik addig úszott, míg vajat nem köpült a lábaival, és végül kimászott a csuporból. Valójában el kell döntenünk, hogy melyik békát akarjuk lemintázni. Nagyon fontos és csodálatos feladatokat és munkát válasz, hogy ezáltal az emberek érzelmi intelligenciáját növeled, megmutatod nekik ezt az utat. Ez nagyon nagy feladat, felelősség és nagyon nagy munka, mert nagyon nagy szükség van volna rá, meg van is rá, de hát remélem, hogy nagyon sokan meghallják és fognak tenni magukért. Magukért, és most is kitesszük a morfogenetikus mezőbe, és hagyj vigyék a hírt, és hagyj hallják meg az igazak. Én személyiségellemzéssel is foglalkozom, és pár és családterápiával, aminek végtelen nagy jelentősége van. És nagyon-nagyon szeretem a magántanítást, ami azt jelenti, hogy ha találok egy-egy olyan embert, aki alkalmas arra, amit én imádok, mint például a te drága hites feleséged, igen, Maja, ő is, igen. Akkor nagyon szívesen átadom a tudásom. És Maja az egyik legtehetségesebb kis magántanítványom, és folyamatosan csak arra biztatom, hogy merje alkalmazni, amit megtanult, mert van egy nagyon jó adottsága, egy kellemes kisugárzása, és szereti az embereket. És főleg engem. Hát, ez természetes, István. Természetes. Jó, igen, nagyon, én is mindig erre biztatom a kedvesemet, hogy legyen bátorsága, mert akkora tudást fölhalmozott. Így van. Te is tudod, hogy megvettem neki az összes könyvet, és mindát tanulmányoztam. És hány nagyítót vettél neki? Igen, és én ezzel is igyekeztem inspirálni arra, hogy többet foglalkozott is vele, hál' Istennek, foglalkozik is vele, hál' Istennek, és jó eredmények voltak most, hogy voltunk oda a VNT TV-nek a táborába, és ott is egy pár embert elvarázsolt, mert hogy odáig voltak meg vissza, és örültek neki, és több órát eltöltöttek a társalgással, mert hogy... Mert élvezett tudod, mellette lenni, és tud. És tudott nekik mondani, igen, dolgokat, mert ha nem tudna, akkor két perc kérült, és kész, azt elmenne. Így van. És én már tőkön ültem, hogy hol van már az én drágám, hol van az én drágám, és még csak nem jön, csak nem jön, és még csak mindig tudott újat mondani ezeknek az embereknek, és el kell hinnie, hogy tudja. Mert még sajnos nem hitt el, de most már remélem, hogy így van. Úgyhogy sok sikert kívánok a jövőbe ezen a téren is neked. Köszönöm szépen. Kedves Enike, az előbb avval fejeztük be, hogy beszélnél nekünk egy kicsit a pályaválasztásról, mert ugye itt is elkezdődött az iskola a mai nap folyamán, de valaki tovább tanul.
és elég sokan vannak így, és ezért fontos, hogy milyen pályát választanak, ami a lelkükhöz, vagy mihez is van köze, vagy mivel kellene foglalkozni, vagy mire kellene odafigyelni, hogy egy olyan pályát választanak, ami nem teher lesz, lelki teher lesz számára, hanem lelki gyönyörűség, mert hogy szereti azt a szakmát, és élvezni fogja, mert úgy gondolom, hogy csak olyan munkahelyre érdemes elmenni, ahol jól érzi az ember magát, ahol szenved, azt ott kell hagyni, és mert hogy azok az emberek szenvednek, nyűglődnek, és egyéb betegségeket összeszednek maguknak, csak ezt nem akarják beismerni. Te hogy látod ezt? Hogy tudnád ezt bemutatni? Milyen a pályaválasztásra való tanácsadásod, vagy hogyan tudsz segíteni az embereknek, fiatal gyermekeknek is akár? Először is, mivel az én életem úgy zajlik, hogy reggel felkelek, este lefekszem, ez eddig jó. És egész nap azt végezhetem, amit imádok. Csodálatos. Hát ettől csodálatosabb dolgot tényleg nem tudok senkinek sem kívánni, csak azt, hogy találja meg ő is azt a területet, azt a pályát, ami neki való. 16 éves kortól tudok igazán hatékony pályaválasztási tanácsadással szolgálni. Ehhez csupán annyit kérek, hogy aki a tanácstalan gyerekét szeretné elhozni egy ilyen beszélgetésre, a gyereket ne hagyja otthon, ugyanis a gyerek tenyerére is szükségem van, és a gyerek születési dátumára, és azokra a benyomásokra, amit az első találkozásnál én tapasztalok. Sokszor a szülők jó szándékkal terelik a gyereket egyik vagy másik irányba, sokszor a gyerek le is teszi azt az egy-két diplomát a szülők asztalára. De minek? Mert meg akart felelni a szülőknek, és aztán egészen más irányba megy el, szerencsére. Habib. És keresi azt a helyet, azt az utat, ami az övé. És akkor sem kell megijedni, ha valaki 35-40 évesen döbben rá, hogy amit eddig csinált, az nem neki való. Ha eljön, én szívesen segítek abban, hogy mi a testhez álló terület, és igyekszem tudásom legjavával megmutatni azt az irányt. Ha véletlen Kecskeméten el tud jönni témába, itt is tudsz nálunk szívesen is jövök segíteni ebben. Tehát én szeretném, ha felkérnélek rá, hogy gyere a kecskemétieket is vigasztald és segítsd, emeld azokat az embereket, gyermekeket, akiknek a lelki és akár a pályaválasztási vagy párkapcsolati dolgokba is szükségük van tanácsadásra, mert én úgy tapasztaltam, hogy fantasztikus jó irányokat tudsz mutatni, de az úton mindenkinek saját magának így kell járnia. Így van. Jelentkezik itt a Sárika, egy picit hagyadjam át neki a mikrofont, mert hogy... Nikó, ha megengedett, pont végzős osztályon van, tehát idén fognak ballagni. Ha lesz egy időpont, vagy több időpont, amikor te jössz, akkor reklámoznám ezt a pályaválasztási lehetőséget. Nagy bólogatásokat. Igen, hogy szükségük van rá, de egyébként meg ők már szokják egy kicsit ezt az Andrásféle protokollt, meg a Matrixot, ugyanis tőlem is szoktak kérni segítséget és tanácsot, és akkor most utóbb volt egy ilyen nagyon kedves megjegyzés, mert valamelyik gyerek ilyen kétségbe esve az osztályomból fordult hozzám, hogy vajon tudnék-e gyorsan mérni neki, mire a másik így megbözte, hogy hát a tanárnőnél mindig van pálca, vagy te még ezt nem tudod. Ez nagyon jó poén, köszönjük szépen ezt a kiegészítést. Még nem engedlek ám el olyan könnyen, hogy ne tiltakozzá. Egy kicsit nyomd lejjebb, kérlek a mikrofon. Jó, tehát a pályaválasztás, így ezt a részét kiveséztük oly módon, hogy várunk szeretettel, és akinek erre a szüksége van, és szükségét látja, de aki nem látja szükségét, annak is jó tanácsokat tudsz ellátni vele, mert hogy lehet, hogy a szülők ráerőltetik, vagy a szülőnek meg akar felelni az a gyermek, és elfogadja azt a tényt, hogy az anyuka ezt javasolta, apuka ezt javasolta, és közben a lelke meg más. Lehet, hogy csak egy-két év múlva derül ki, mert jártam én is így, úgyhogy tudom, hogy miről van szó. És ezért szükséges minden esetben szerintem, hogy ha így pálya előtt áll az ember, akkor egy jó tanáccsal vagy a helyeslés, vagy a cáfolás irányába elmenni. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ez jó, ez elképzelés.
Perfekt, nagyon jó. Neked meg ez nem való. Így van. És a lelked érzi is valahol belül, de mégse akarod kimondani, mert nem mersz ellent mondani a szülőknek, vagy a barátoknak, mert van úgy, hogy a gyerekek azért, mert a barátja elmegy vízvezetékszerelőnek, elmegy ő is. És ott igen, vagy apuka hozzá. Kertészmérnök, és hát természetes, hogy a vállalkozását majd az egyik gyerek, a fiú gyerek kell, hogy vigye. És szegény gyerek abszolút nem érez affinitást a kertépítészet felé. És bele is betegszik. Bele is betegszik. Simán. Ugye említettem már, vagy beszéltünk róla, hogy nagyon sok magányos ember van, és rengeteg olyan ember van, aki társas magányban van, én ezt tapasztalom. Én is igyekszem ezeken az embereken segíteni a magam módján, mert nekem is van erre egy általad is tanított módszereim, de viszont te hogy látod ezt, hogy hogyan tudsz a magányos vagy a társas magányban élő embereknek irányt adni, vagy útot mutatni, akár rendelés, vagy akár tanfolyamok által, vagy egyéb módon? Igen, mivel életvezetési tanácsadó is vagyok sokszor, beszélgetni jönnek el hozzám az emberek, és ha valaki megtisztel a bizalmával, akkor azzal kezdem, hogy a családtagjainak a születési dátumát leírom, és ez alapján úgy rávilágítok a kapcsolat rendszerre, kivel milyen az anya vagy az apa kapcsolata, a testvérek hogyan vannak egymással, és így domborodik ki, hogy kik a legmagányosabbak egy családon belül. Az a baj, hogy a közvetlen emberi beszélgetés intim hangját a számítógép és a telefon billentyűzetének kopogása váltotta fel. Bizony. Az ölelés helyett lájkokat osztogatunk. És annak ellenére, hogy az egyedül töltött időnek számos pozitív hatása is lehet, ha tartósan tapasztaljuk ezt az egyedül létet, akkor sajnos sokszor megbetegít. Se a lelkünknek, se a testünknek nem tesz jót. Persze csak akkor, ha hagyjuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk ez az érzés. Nagyon fontos két fogalom között különbséget tenni. Az egyedüllét és a magány egészen mást jelent. Hogyne? Az egyedüllét az azt jelenti, hogy jó vagyok egyedül. A magány azt jelenti, hogy nem vagyok jól egyedül. Nagyon jó, hogy így megfogalmazva. Igen, és például sokszor egy kapcsolat lezárása után évekre van szükség ahhoz, hogy új kapcsolatra alkalmassá váljunk. Ez az idő szól a szembenézésről magunkkal, az önvizsgálatról, a félelmek elengedéséről, és hogy önmagunkkal kialakítsunk egy harmóniát. És arra az emberre, akit elengedtünk, úgy gondoljunk, hogy Isten áldja. Köszönök mindent. Tanultunk tőle, és kész áldjuk. Így van, betöltötte a kapcsolat a szerepét. A magány nagyon komoly sebeket tud okozni. Hiányzik a lelki érzelmi támogatás, vagy a valakihez való tartozás érzése, a biztonság, és tartósan szorongáshoz, depresszióhoz tud vezetni. A magány elleni küzdelem egyik leghatékonyabb módja, ha előtte felismerjük, hogy milyen típusú magányban szenvedünk. Nagyon fontos momentum. Igen. Mert van, aki az új élethelyzet miatt magányos, lakhely, munkahelyváltás. Valaki a különbözőség miatt, ugyanis nem tud esetleg egy csoporthoz sem tartozni. Vagy párkapcsolat hiánya miatt nincs társ, ez a leggyakoribb magányforma. Vagy a természethez való kapcsolata hiányzik. Vagy a barátait hanyagolja el, és megszűnnek a baráti kapcsolatai. Vagy egyszerűen csendes társ hiánya miatt is lehet magány. A csendes társ azt jelenti, sokszor egy társas magány csendes társi mi voltba csapát, vagyis egymás mellett élnek az emberek, de nem együtt. Így van. Sajnos nagyon. És amikor vannak. Egy ilyen csendes társi kapcsolatból az egyik fél kimegy, kilép, akkor érzi igazán a magányt az ott maradó fél. És akkor lesz depresszió. Igen. 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 De mind a kettő akár. Igen, így van. Nagyon sok módszer van a magány ellen.
Tehát nem az egyedül például méter. Például eljönni Kovács Erikéhez. Például. Szoktam javasolni az embereknek a következő módszereket, ami oldja a magány érzését. Tánc. Vagy csoportos tánc, társas tánc, vagy esetleg latin táncok, vagy bármilyen, vagy ilyen fiatalos mozgásformák, túrázó csoportok keresése, tanulás, mert az egy közösséget is bevonz az életébe, sport, utazás, és csoportos tanfolyamokon való részvétel. Mi azt nagyon szeretjük. Igen, így van, mi is. Nem is tudnánk lemondani róla. Vagy kutya-macska tartás, régi barátokkal való kapcsolatfelvétel, önkénteskedés, és hát újabban egyre többször kell, hogy mondjam, az embereknek a társkereső lapokkal való ismerkedés, mert sajnos annyira beszökült a mai ember élete, hogy van a munkahely, van az otthon, és van a Tesco. Tehát ebben a háromszögben közlekednek, és nincs is lehetőség ismerkedésre, és majd eljönnek a tanfolyamodra, és meg fogják ismerni Igen. a többit. Én úgy Igen. gondolom, hogy nagyon sok mindent elmondtál, de ezt fel is kell dolgozni, és most hagyj emészék az emberek ezt. De Igen. ha majd eljönnek a tanfolyamodra, amit szervezünk. Hát ott rengeteg segítséget tudok és nyújtani. Több helyen is, akkor keressenek majd bennünket, vagy a honlapon is meghirdetjük, hogy hol lehet téged elérni, milyen elérhetőség, hogy hogyan, mi módon, vagy keresnek bennünket, és akkor utána többet tud, aki többet akar vele foglalkozni, akkor... És a témája igazán akkor... Hogyne, akkor kerekedik. Minőségi társkapcsolat kialakítása is ennek megtartása, és hogyan legyünk jó szülők. Egyik barátunk azt mondta egy pár évvel ezelőtt, hogy gyerekek, most én magányos vagyok, vagy egyedül vagyok, de nem magányos, de most tanulnom kell egy kicsit, fejleszteni magamat, mert ha olyan párt találok, mint én magam, akkor az nekem nem lesz jó. Nagyon jó. És ezért fejlesztem magam, egy kicsit tanulok, hogy egy olyan párt találjak magamnak, aki hasonlóképpen tud gondolkodni, és kiteljesedik, és nem olyan stílussal rendelkezik, mint én most. Tehát aki ezt már belátja, az egy fantasztikus Igen, dolog. És a világ egyik legcsodálatosabb dolga a belátás, én úgy gondolom. Úgyhogy legyenek önök is belátók, kedves hallgatóink. Egy picit tovább lépnénk, a Sárát szeretném még egy kicsit meginterjúvolni, mert hogy nagyon kedves hozzászólásai voltak és ismeretei, széles körűek, mivel hogy elég sokat is tanulta az élete folyamán, és ő se hagyta abba a tanulást. De viszont szeretném azért megtudni, hogy hogyan találtál ránk, vagy erre a rendszerre, az Ákoson kívül, vagy hogyan találtál te önmagadra azt, hogy ezt az utat járjad, mert vannak inspirációk, de mindig kell egy felismerés. És ez a felismerés hogyan jött, honnan jött? Nagyon ősi és régi oldalról, szerintem még egészen a nagyanyám vagy dédnagyanyám vonaláról kezdődően, aki gyógynövényekkel foglalkozott, és vannak ilyen gyerekkori emlékképeim, amikor így kiderült a anyai vonalom családtagjairól, hogy ki mibe volt otthon, grafológiába, a gyógynövényekbe, akkor az emberekkel való kapcsolattartásba, és akkor utána jött néhány ilyen útbaigazító fájdalom, és akkor elhatároztam, hú, hát ez babona, meg ugye még rendszerváltás előtt nagyon nem lehetett erről beszélgetni, hát annál izgalmasabb volt a téma, tehát én kezdtem el kutakodni. Aztán, amikor a gyerekek is megszülettek, ott akkor szembe találkoztam így a Rejkivel, talán így elsőre. Valahol el kell kezdeni, tehát szépen így sorba. Mondjuk annyira nem tetszett, de ott történt azért egy aha felismerés, mert akkor megismerkedtem a csakrákkal, a energia átadással, és akkor jöttem rá, hogy ja, hát persze tudom, 3 éves koráig minden gyereknek nyitva van a 3. szeme, és lát. De hogy az enyém is. Hát, tehát, bizony. Hogy
a Reiki tanfolyam kettes volt, és akkor már lányom is kim volt ezen a tanfolyamon, én valami iskola elfoglaltság miatt nem jutottam ki az első napra, és este beszélgettünk, 7 évesek lettek a fiúk, Ákos Andor ültek a fürdőkádba, és mindenben láttunk a fürdőszoba ajtajába, és mondtam, hogy akkor meséld már el, hogy mi volt az első napon, mi történt, hogy holnap be tudjak én is kapcsolódni, és akkor magyarázta az aurát a Melinda, és fiúk így kórusban megszálltak a kádból, hogy na jó, hogy itt beszélgetek, de most már valaki tényleg elmondhatná nekünk, hogy mi az az aura. És akkor hát mondom, ahogy nekünk is tanították, elkezdtem mondani, hogy fölteszed a kezedet így, a két ujjadat így a fejed fölé, és akkor nem az ujjaidra koncentrálsz, hanem a mennyezetre, és akkor így, ha húzod, akkor látod, hogy van itt egy fehér valami az ujjaid közül, és így visszaejtette mind a kettő a kádba a kezét, és mondták, hogy ja, az. Hát azt mi állandóan látjuk, de anyu, hát az nem is fehér, az színes. És felsorolták sorba az aurának a színeit, és akkor én fogtam meg így a fürdőszobát. Mondtam, de ezt honnan tudja? Tehát egy, hát hogy nyilván, onnan, hogy látja. És itt még sokáig látták. És sokáig látták, és akkor utána jött az Ákos, és végsétáltuk a lakáson, és akkor elmondta, hogy milyen lények vannak, és melyik hol ül a lakásba, és kivel szokott találkozni, és hogy a mama mellett ott vannak az őrzők, és így néztem, és hogy a konyhába azért romlik el a mikro állandóan, mert engem akar bosszantani, mert miért nem hagyom őt békén. És tudod, akkor én így mentem még, és tartja Úristen, és utána elkezdtem magyarázni, hogy kinek az aurájában hol lát foltot. Az én gyerekem, aki még a biológiát is utálta. És azt mondom, milyen betegség lesz. És így, tudod, így ültem, és néztem, hogy te jó Isten, na és akkor véletlenszerűen egy ismerősnek valami munkatárs volt, aki Andrásnál tanult, véletlenszerűen oda keveredett hozzánk, és akkor az Ákosnak elkezdett erről beszélni, tehát hogy fölmerült beszélgetés közben, és az Ákos akkor eldöntötte, hogy ő ide fog járni. De hát eltelt még vagy 8 év, vagy talán még több is, amikor ide eljutottunk, és akkor elmondom az okát is. Tehát nem éltünk túl jó anyagi körülmények között, és amikor meghallottuk, hogy ez mennyibe fog kerülni, akkor lehetünk az Ákos, hogy hát akkor erre még egy kicsit várnunk kell. Júni kell. És most el kell mondanom a másik gyerekemnek, meg a harmadiknak is, hogy mennyire rosszul gondoltam. Mert erre akkor is lett volna pénz. Mert amit én ebbe fektetek, ebbe a tudásba, annak a 10-szerese, 20-szorosa jön vissza azonnal, ahogy én erre áldoztam. Hát, és ezen nem vagy szántál inkább, én inkább így szántam, mondanám. Nem, igen, nem kell, igen, itt nem igen, kell áldozni, szánni igen, kell rá. Igen, elnézést, hogy kijavítottalak. Igen, tehát, hogy igazából így kerültem. Köszönjük ezt a szép történetet. Nagyon jó. Ez csodálatos ezt hallani így, és ez egy élmény így mindenki számára, aki hallgatja ezt a műsort. Köszönöm szépen. Egy kicsit tovább lépnénk, ha szabadna. Én a Maját kérdezném meg, mert drága feleségemet, hogy számodra mit jelent a tenyérelemzés? És mi vonzott benne legjobban? A tenyérelemzés az maga egy csoda. Mikor régen mondták, hogy minden benne van a tenyerünkben, benne van az életünk, akkor én rendkívül kíváncsivá váltam erre, és most, hogy megtapasztaltam, hogy benne van a múlt, a jelen és a lehetséges jövő, nem a jövő, a lehetséges, hanem csak a is lehetséges jövő. Nagyon jól mondod. Igen, mert mindenkinek a gondolkodása alapja, a vágyai alapján alakul az élete, amilyen döntéseket hoz. Minden benne van a tenyerébe. Mondtam a legutóbb találkozott úrnak is, hogy akinek a tenyerét vizsgáltam, mondtam neki, hogy minden benne van a tenyerébe. Nézze meg, hogy micsoda a csodálatos jövő vár rá, és láttam, hogy ez egy munkamániás ember, imádja a munkáját, a későbbiek során is csak ezzel akar foglalkozni. Ez egy fantasztikus. Olyan emberekkel lehet találkozni, a felső végletekkel és az alsó végletekkel is, és minden benne van a tenyérben. Nagyon érdekesek voltak a tapasztalataim, amiket a nyáron is tapasztaltam. Igen, mindig azt mondjuk, hogy a mai nap alkotjuk meg a holnapunkat. Mert ami ma
gondolsz, teszel, az lesz a holnapod. És amire gondolsz, legyen az pró vagy kontra, az fog megteremtődni, mert annak adsz energiát. Ha valaki azt mondja, hogy jaj, nehogy elessek, akkor el fog esni, mert azt akarja. Csak a ne szót a szellemvilág nem ismeri. És ezzel pont azt teremti meg, amit nem szeretne. Tehát valamelyik nap egy verseny alkalmával ott volt egy hölgy, aki nyilatkozott a tévében, hogy én mindig arra gondoltam, hogy nehogy elsőnek essünk ki a versenyből. Nehogy elsőnek, és elsőnek estek ki. És amikor kiestek, akkor azt mondta a riporternek, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy bevonzottam. Megadta a lehetőséget a mindenségnek, hogy ne menjen tovább, és kiessen elsőre. Hát ő akarta. Fantasztikus a teremtő erőnk. És éppen ezzel egy kicsit válaszoltam a kérdezőnek, és János kérdezte, hogy szóba került a teremtő erő, beszéljünk erről egy picit esetleg. A teremtő erőnk az, a gondolatunk, az akaratunk, a kimondott szó. De azt is kell tudni, hogy minden gondolatunk, nem csak a szavaink föl van írva az akasába. És most nevezhetik ezt másképp is, most ennek nem az a jelentősége, hanem az a jelentősége, hogy nekünk akkora erő van a kezünkben, vagy az akaratunkban, a lelkünkben, a szeretetünkben, hogy el se tudjuk képzelni. Ezért is van az, hogy szoktam mondani a Kovács Magyar András, hogy a képzeletet csak a valóság múlja felől, és én ezt az életemben számtalan szó megtapasztaltam, hogy el se tudtuk képzelni, és olyan dolgokat megtapasztaltunk, hogy az fantasztikus. István, szeretnél hozzáfűzni valamit, úgy látom? Igen, ugye sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy önmegvalósítás. Igen. Az ugye az, amikor az ember boldoggá válik, és sikeres az életben, meg minden úgy alakul, ahogy szeretné. Igen. Na, ezt is a teremtő erővel tudja az ember elérni. Csak is. Hát ha nem akarod, nem teszel érte, igen, az a sült galamb nem fog oda repülni a szádba. Amit az Enikő mond, hogy mivel tud segíteni, és az emberek fordulnak hozzá, ott is az emberekbe ki kell alakulni egy teremtő erőnek, hogy ki milyen párt szeretne választani, milyen jövőt szeretne saját magának. Ez csak így megy. Így bizony. Sőt, azt tapasztalom a vendégeimnél én is, hogy nincs céljuk, életcéljuk az embereknek, nagyon soknak, fiataloknak sincs, 20 éveseknek sincs. És akkor azt szoktam mondani, hogy kapsz egy házi feladatot, nálam házi feladatot szoktak kapni a vendégek, hogy méressek ki a fekhelyét, engedtesse el a szellemet, meg hogy írjál fel 100 célt magadnak, rövid és hosszú távút. És ha leírtad, már akkor átgondoltad, és már annak adtál teremtő erőt, mert átgondoltad. És azt szoktam mondani, hogy további házi feladat, ha valamelyiket megvalósítottad, akkor azt kihúzod, és írsz helyette másikat. És ezzel erőt adsz neki annak a dolognak, amit leírsz. Ha csak elgondolod, elfelejted. Leírod, utána ha leírtad, akkor el is olvasod. És azt hetente olvasd el, hogy mit szeretnél, mik a céljaid. Akinek nincs célja, természetesen mások meg számtalan, nekem számtalan célom van. És én nagyon jól érzem magam a céljaim közt. Néha a feleségem kiakad rajta, már megint mit akarsz? De hál' Istennek nagyon jó segítőm és társam. Köszönöm szépen. Igyekszem is megszolgálni. Tehát köszönöm a segítségét és a barátoknak a segítségét, mert nélkületek ez nem menne. Ahhoz kellene ez a jó teremt erő, és ez az összkép, összhang, szervezettség, és a közösség. Közösség. Mint az egészség. És mondjad Istvánom. Még azt szerettem volna hozzáfülni, az előbb azt beszéltük, hogy a teremtő erőt befolyásolja az, hogy az ember milyennyire igaz, hogy mennyi hazugságban él. És valaki azt mondja, hogy de hát én nem hazudozok senkinek. Csak magának. De önmagának. És ha már valaki önmagának hazudik, az ugyanaz, mintha másnak hazudozna. De még egy dolog, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy az emberek titkolóznak, és a titok, igen, is hazugság. Igen. Csak ezt nem akarják ki. Figyelme, eltitkolom ettől, a gyerekemtől, az apukámtól, a feleségemtől, a páromtól. Eltitkolom, mert nem merem elmondani. Ahelyett, hogy megbeszélni, lehet, hogy rizikos, mert nálunk is az volt annak ide, amikor így tértünk át az igaz dolgokra, hogy keményen
szembenézni önmagával az ember, amikor a másik felemlegeti a hibáit. És az a legnehezebb szembenézni önmagunkkal. És a komputer is ezt mutogatja, és ezért nem akarják felismerni, mert még nem akarják felismerni, nem akarnak szembesülni vele. És amikor a másik szembesíti, hogy ezt nem így kellene, ezt lehet, hogy lehet ez finoman, és uralkodni az indulatokon, mert szükséges uralkodnunk magunkon, és az indulatokon, de viszont, ha szépen finoman táláljuk, akkor nem esik annyira rosszul, de mindenféleképpen rosszul esik az igazság, sok esetben. De ez az építő jelleg, és kizárod ezzel a hazugságot és a titkolózást, mert a titkolózás mindig hazugsághoz vezet. És gondolj bele, hogy mi mondjuk 30 éves korunkban jöttünk erre rá. De jó neked. De most például olyan kiskorúak, mint az én kis gyermekeim, hát, és ők már most megtudják ezeket az információkat, és így indulnak az életnek. Mekkora forra indulnak hozzánk képest? Ne sajnáld. Örülj neki, és tedd a dolgod, és nagyon jól teszed a dolgot, hogy viszed, hozod magaddal, húzod őket, emeled őket, tanítod őket, és példát mutatsz nekik, és ez a legfontosabb, és ezzel te is fejlődsz. Nem csak ők. Én is elgondolkodtam ezen, hogy 41 néhány évesen kellett belelépnem, nem kellett. Hál' Istennek megtaláltam, és beleléptem, és elkezdtem ezt az utat járni, de viszont kár a múlton rágódni. Mindig nem élni akartam, jó, csak örülök, hogy a gyermekeim milyen jó helyzetben vannak. Nagyon jó. Tehát nagyon jó ez a gondolat. Lehet, hogy én rosszul fejeztem ki magam, de a lényeg az, hogy éljünk a jelenbe, tervezzük a jövőt, és a múlt tanúságait vonjuk le, igen, hogy abban a hibában esetleg ne essünk nagyon sokszor már a jövőben. Igazán, mert azért általában vissza-vissza esik az ember a hibába. Istvánom, valamilyen úton, módon már úgy emlékszem, hogy beszéltünk arról, hogy hogyan jutottál bele a rendszerbe, és arról is beszéltél, hogy sokat teszel is magadokért, és én is ezt tapasztalom, ezt látom, mert hogy folyamatosan tanulsz, és teszed a dolgod, és példát mutatsz másoknak, nem csak a gyermekeidnek, hanem a tágabb környezetednek is, mert hogy még a beosztottaidat is e felé tereled őket, nem erőszakkal, és nagyon jól csinálod, mert sokan próbálnak, hogy rábeszélni. Én is annak én abban hibába estem, hogy mindenkinek el akartam mondani, hogy hú, milyen csodálatos dolog, ismertem meg, és gyertek, és felajánlottam a segítségemet, és akkora pofonokat kaptam, hogy visszautasításokat, mert hogy az embereket általában beskatujázzák. És így szokták mondani, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájába, és ez nagyon így van. Tehát ahhoz egy környezetet kell változtatni, hogy na akkor mindenki újdonságként vegye esetleg, de én szeretnék itt egyelőre itt maradni Kecskeméten, és itt a tudatosságot megismertetni, az öntudatra ébredtetni az embereket, hogy még jobban legyenek. Ezért tettem föl én is az életemet arra, hogy ezt tegyem, mint tapasztaljátok ti magatok is. Nem csak a kezelésekkel, hanem a tudásomat én is szeretném átadni, és ezt elkezdtem a tavalyi év során. Folytatom még az idén és jövőre, és szeretném én is sok-sok tanítványnak átadni azt a tudást, amit én is fölhalmoztam a 11 néhány év alatt, és még én sem hagytam abba a tanulást, mert folyamatosan tanulok. Úgy, ahogy mindnyájan itt a beszélgető partnereim, a kedvesem is, a Zenikő is még mindig fejleszti magát, mindig képzi magát, olyan csodálatos új dolgokat talál és kutat, hogy még több oldalról, még színesebben meg tudja közelíteni az embereknek a lelkét, mert hogyha a lelkét megérinted valakinek, akkor mindenét megkaptad ezáltal, és mindenre kiható, én úgy gondolom. Van valakinek ellenvetése, vagy hozzáfűzni valója? Kedves Enikő, légy a kedves. Nem ellenvetésem van, hanem picit szeretném elmondani, hogy mi nagyon büszkék vagyunk rád, István. Aj. Régóta közénk tartozol, és nagyon nagy dolog, amikor valaki ilyen sok embernek segíteni tud, szellemileg, lelkileg, testileg, mint te. És te nem csak mondod, hogy úgy érzed, neked ez a sors feladatod,
hanem ezzel maximálisan azonosulsz is, és minden megnyilatkozásod, minden tanításod ezt szolgálja. És én kívánom, hogy nagyon sok emberhez eljussanak a szavaid, és az általad nyújtott segítség. Jó embert keresnek meg, hogyha hozzád jönnek. Nagyon kedves vagy, köszönöm. És remélem, hogy erre rászolgáltam, és rá is fogok szolgálni a jövőben. Akik bővebben szeretnének tudni a dolgokról, vannak nekem is honlapom, Facebook oldalam, YouTube csatornám, mint ahogy az Andrásnak is vannak honlapjai is, és YouTube csatornái, akik szeretnének beletekinteni, és nem rögtön a tanfolyamra eljönni. De várjuk őket a szeretettel a tanfolyamaikon, és honlapokon ezt részletes információkat. Aki feliratkozik hírlevélre, az még részletesebben kap értesítéseket erről, és ezáltal informálódni tud, tovább tud lépni, be tud kapcsolódni, és mindenféle ismeretekkel tud gazdagodni, mert én úgy hiszem, hogy ez egy lelki-szellemi gazdagsághoz vezet, mint ahogy én is igyekszem ezeket megtanulni és továbbadni, én is gazdagodtam azok a tanulások, tanítások által, mert hogy ez nem lehet másképp emelni, úgy gondolom. Arancsa Jánike. És én úgy érzem, mindannyiunkban egy dolog közös, mindannyian a lelki békénket szeretnénk megteremteni. Ezen nagyon sokat fáradozunk, és ha meg kellene fogalmaznom, hogy mi a lelki béke, akkor azt mondanám, Istenbe, magamba és a jóságba vetett hit. Nagyon jó. Én amikor szoktam beszélgetni az emberekkel, és megkérdezem őket, hogy te mennyire szereted magad, és akkor mondanak egy számot, és akkor mondja, hogy például 5-ös, és akkor mondom neki, hogy hát ez lehet, hogy elég 3-asnak is, de azt mondja, lehet. Mondom, és akkor mennyire becsülöd magad? Hát azt mondja, hát 6-os, mondom, 2-es. Mikor pálcával megmérek? Hát az nagyon jó indulatú voltam, ez csak a mai napra vonatkozik. Mondom, hogy hát egy kicsit jobban kéne becsülni, és megkérdezem ilyenkor tőlük, hogy mit gondolsz a Jóisten minden vallástól eltekintve, a Jóisten hol lakozik? És rávágják, hogy bennem. Mondom, ha benned lakozik, te 2-esre becsülöd magad, 3-asra szereted magad, akkor a benned lévő Jóisten mennyire? Hú, és akkor hú, ezt így is lehet gondolni? Mondom, csak így. Mert hogy tessék már elgondolkodni, hogy ha nem becsülöd magad, a benned lévő Jóisten sem becsülöd. Ha nem szereted magad, akkor az sem. Vagy ha nem szereted magad, akkor miből adsz a szeretteidnek, úgymond, csak hazugsággal áltatod őket, mert te nem szeret. Van, aki azt mondja, hogy hát nem szereti magát, hogy nem becsüli magát. Van ilyen is. El se tudnám képzelni. És meg megvalósította azt a negatív aspektust. Tenni kell, hogy becsülni tudja magát. Hát bizony. Rengeteget. El szoktam példának mondani, hogy voltunk egy pályaudvaron, és egy felnőtt, egész fes ember, valami nem tökéletesen finoman szólt egy 4 éves kislányhoz. Körülbelül 4 éves volt, mert olyan 100 centi körüli magasságba futott, és visszafordult a kis hölgy, felnézett az orra, és kedves uram, kikérem magamnak, hogy így beszéljen velem. Csak lestem. De ennek a kislánynak van öntudata. Nagyon sok embernek nincs. És ha nincs öntudata, nincs önbecsülése, akkor milyen jogon várja el másoktól? Akkor nincs önszeretet. Az se. De amikor kikérik maguk, vagy siránkoznak, hogy engem nem becsül senki, mondom, és te magad? Tessék már onnan kezdeni, az alapoktól. Ugyanúgy, mint amikor most a Brat-szigetén is tartottam az előadást, és azt mondtam, hogy a gerinc az alap. Ha nincs rendben a gerinc, bármilyen mágushoz mehetsz, nem fog tudni rajtad rendesen segíteni. Ideig, óráig maximum. Mert a placebo hatás akkor is működik valami pár órára. De vissza fogsz esni. Hát ahogy egy háznak az alapja, ugye István, mint építkezési vállalkozó. Egy háznak az alapja, egy útnak az alapja. Nincs meg rendesen csinálva, akkor összeomlik a ház. Na most a gerinc, ami a főtartónk, a vázunk,
ha az nincs rendben, és az onnan kivezető idegszálak nem megfelelően tudnak dolgozni, mert hogy nyomás alá vannak helyezve, vagy akár be is csípődik egy idegszál, akkor igen, az egész rendszer bukik, és mehetnek bármilyen mágushoz. Nem fog segíteni. Például, ha egy kapcsolatot instabil alapra, egy laza alapra próbálunk felépíteni, nagyon hamar össze fog csuklani. Jó, meg kell tanulni, hogy mi adja a stabil alapot, és ezért nagyon sokat tenni. Így bizony, nagyon jó megközelítése, ez is nagyon csodálatos. Ha nem így tesznek az emberek, akkor rosszul tesznek, és erre biztatok mindenkit, hogy kezdjük mindig az alapoknál, legyen rendben a gerinc, és utána már bármit lehet kezdeni, mert hogy utána már a többi dologgal könnyű dolgunk van. Ha valakinek a szemét kezelem energiakezelése, vagy a fülét, akkor is előtte a nyakát rendbe kell tenni. A blokkot föloldani, és utána már mehet minden a maga útján, és így dioptriák is, vagy hallás szintek is tudnak változni. Egy fantasztikus világba kerültem az adás által, és általad is, Enikő, mert olyan pici dolgokból is tudnak hatalmas görcsöket és blokkokat okozni az emberek. Csak egy nagyon rövid történetet elmondhatok, hogy egy emléksúlyoldásnál visszamentünk az időbe, és azt mondja a hölgy, hogy nem látok senkit, csak fákat látok. Kérdeztem, hogy keresd meg, hogy hol vagyunk, hány éves, hogy mi, nem látok senkit. Mondom, akkor nézzél jobban körbe. Nem tudok körbenézni. Akkor mondom, milyen ruha van rajtad? Akkor azt mondja, hogy egy ilyen kis rózsaszínes ruha, és mondom, milyen cipő? Azt mondja, ilyen kis fodros cipő van. Ó, mondom, megérkeztünk. Biztos, hogy csecsemőkorba vagyunk. És akkor ki is derült, hogy egy babakocsiba fekszik ez a hölgy, ahogy visszamentünk az időbe, és mit érzel? Azt mondja, magányos vagyok, egyedül érzem magam. És akkor mondom, anyukát hol lett? Nem tudom. Azt mondom, akkor kiabálj neki. Kiabált neki, és odajött az anyukája, kivette a babakocsiból, megölelt, és akkor úgy megkönnyebbült. És akkor ugye ezt eljátszottuk vagy ötször, és amikor már nem érezte ezt az egyedül létet és magányt, akkor abba hagytuk, és úgy jöttünk vissza az időbe, és amikor a végén megbeszéltük a dolgokat, akkor elmondta nekem azt, hogy egész életében magányos volt, és egyedül létet érzete volt, pedig van gyermeke, volt férje, úgyhogy egész életét, egy ilyen pici dolog, olyan rejtélyes a lélek, neked ezt nem kell mondanom, de a kedves hallgatók, szerettem volna ezt érzékeltetni, hogy mennyire fontos foglalkozni a lelkünkkel és a blokkoknak a feloldásával. Már csak egy gondolatot szeretnék mondani. Hallgatunk. Nekem még van egy percünk. Meggyőződésem, hogy a pánikbetegség oka mindig gyerekkorba indul be. Annyi szorongást, annyi félelmet söpör az ember a szőnyeg alá, hogy eltelik 20 év, 30 év, és egyszer csak létrejön a pánik. És ha pánikot akarjuk kezelni, akkor mindig vissza kell menni. A legelső negatív emlékekhez, és az sokszor egy kis csecsemőkori, vagy egy egészen kisgyerekkori, amikor mandula műtéte volt, és ott hagyták a kórházba egy nap, és beindult egy nagyon erős félelem, aztán jött rá a többi, és 45 berobban évig hordozza. A pánik. Igen. És egyszer csak valami bekapcsolja. Igen. Miért még sokszor az emberek maguk se tudják, hogy mi kapcsolta be azt a pánikot, de az a gomb, az bekapcsolódik, és kész. Úgyhogy olyan érdekes és rejtélyes a lelkünk, és ez a lelki világunk, sokrétű, és fantasztikus, de minél jobban megismerjük magunkat, annál több dologra rájövünk, de annál nehezebb is. Rájövünk, hogy milyen keveset tudunk. Ugye, mint a jó diák, hogy tanul, és rájön, hogy milyen keveset tud. Jó, tehát még egyszer szeretném fölhívni a figyelmet, hogy aki szeretne többet tudni, akkor keressen bennünket a honlapokon, elérhetősége, YouTube csatornán, Facebookon, és még szeretnék egy csodálatos hírt bejelenteni.
mielőtt vége szakadna az adásnak, mert hogy nagyon fontos, október 7-e a következő hónap első hétfője, és ez alkalomban példaképem és nevelőm, Kovács Magyar András lesz a vendégem, és az ő személye, ő tisztel meg bennünket és a hallgatóságot, hogy vendégül láthatom. A témák legfőképpen, mert szerettem volna vele is megbeszélni, és a hallgatók is fel tudjanak egy kicsit készülni, arról fogunk beszélni, hogy hogyan szerezze vissza a kontrollt az egészsége felett az emberek, az emberiség, mert hogy elvesztettük a kontrollt. És ez nagyon fontos visszaállítani, és erről fog beszélni nekünk az András, és hogy mik azok a megfékezhetetlen civilizációs problémák és betegségek esetleg, de legfőképpen a problémák, mik azok a civilizációs problémák, ami miatt megbetegszik az ember, és hogy mi ebből az embereknek, az egyes embereknek az egyéni felelőssége, mert nem kicsi, hanem elég nagy, de ezekre fog az András rávilágítani legfőképpen, de őt is faggatni fogom egyéb kérdésekkel is. Ő még nem tudja, de majd meg fogja tudni. És remélem, hogy sokan fognak hallgatni, és adjátok át másoknak is. Ne csak egy embert hozzatok magatokkal, hanem tízet, aki hallgatja a rádiót, és online is nyugodtan lehet hallgatni. És hirdessétek, vigyétek a hírt az igazaknak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, és köszönjük szépen a kedves vendégeknek, hogy eljöttek, és átadták a tudásuk legjobbát. Köszönöm szépen, és viszont hallásra.